Üdvözöljük Önöket, kedves nézőink, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Soha nem tapasztalt méreteket ölt a klímaváltozás, a gazdasági szereplők számára azonban továbbra is inkább a pénz, mint sem a fenntarthatóság diktál. Hamarosan, részletesen foglalkozunk a témával, előtte azonban íme a teljes kínálat. Éli, élmény nyaralás autista gyermekeknek Sonkádon. Nincs több idő, hatalmas méreteket ölt a klímaváltozás. Lélegzett projekt, dohányzás leszoktató program indult Nyíregyházán. Idén második alkalommal szerveztek élménynyaralást autista gyermeket nevelő családoknak Sonkádon. A Vizityúk Vizitúra Egyesület eseményén fejlesztő pedagógusok és élményterápiás szakemberek dolgoztak azon, hogy útravalót adjanak az átlagosnál nagyobb kihívásokkal élő családoknak. Mindenkinek élménye a nyaralás, minden élethelyzetben és mindenféle gyerekkel élménye a nyaralás. Ezt helyszíne és családja válogatja. Vannak olyan családok, akik nem tudják, mi az, hogy nyaralás, mert ha netán megpróbálnák, sem biztos, hogy ez élmény lenne. És akiknek mi élménynyaralást csinálunk, az kifejezetten kizárólag autizmussal élő fiatalt vagy gyermeket nevelő családok. Hiszen ez az az állapot, amivel nem biztos, hogy élmény egy nyaralás az autizmus specifikumai miatt. És az autizmust nem ismerés miatt, hogy ilyen magyartalanul fogalmazzak, tehát az ismeretlen miatt nagyon sokszor egy nehezen kezelhető, hisztis, rossz, válogatós, nem megyek ide, nem megyek oda, nyűgös, tömeget nem tűrő, zenét nem tűrő, avagy folyamatosan ingert kereső, tapsoló és kúrjongató gyerekkel nem hiszem, hogy bárkit szívesen látnak egy ötcsillagos szállodába, úgyhogy ne kapja meg naponta 20-szor, hogy zavarja a többi vendéget. Na, mi nekik csinálunk élmény nyaralást. Kellett-e ehhez a személyes érintettséged? Igen, hiszen én is, mint az emberek nagy százaléka, amíg nem találkozik vele, addig nem foglalkoztam azzal, hogy mi az, hogy autizmus. És nekem a kisebbik lányom érintett, mi 5 és fél éves kora körül kaptunk diagnózist, és hát minek utána a rendszer úgy engedi el a szülőket, hogy na hát akkor ez a kód, és akkor fél év múlva kontroll, és akkor oké, hogy van neve, de akkor hogyan tovább? De hát akkor mondom, mégis valami, hova menjünk, mit megy? Ó, valami fejlesztésre, de mi erre? Valami szenzorosra, viszont látásra fél év múlva kontroll. És hát ugye honnan érdeklődik az ember fia az internet korában? Először megpróbál szakmai oldalakról, amiből egy kukot nem ért, aztán hát kitalálták ezt a Facebook nevű csodát, és akkor ott rengeteg csoport volt, amit rögtön megtaláltam első blikre, oda regisztráltam is. Nagyon sokat tanultam ott, nagyon sok kérdésemre nagyon segítően válaszoltak, de miután én nem sokként éltem meg a diagnózist, hanem megkönnyebbülésként, hogy nem velem van a gond, és nem én vagyok a hisztis szülő, hanem tényleg gond van, és végre van neve, és majd kikutatom, hova megyek tovább, de már van valamerre tovább. Így azt vettem észre, hogy rengeteg család borzasztóan el van zárva mindentől. Mindent sokkal érzékenyebben kezel, hiszen mindenhonnan a negatívat kapja. A gyereket folyamatosan bántják, szóval tettel iskolába, óvodába, utcán, idegenek, játszótéren, áruházban, szállodában, strandon és mindenhol. Nem tudnak mit kezdeni ezzel, ettől félnek tőle, ezért kiutálják. És miután én évek óta vizitúráztatok az Egyesületemben, 60-80 fős vizitúrákat leviszek, mi baj lehet az enyém is autista, tehát ha még van pár ilyen. És 2019-ben megtörtént az első ilyen, hogy hát nem igaz, hogy nincs ilyen, fogd meg a söröm. És akkor hajrá, 5 gyerekkel, 4 szülővel, egy masszőrrel, egy kineziológussal és egy fejlesztőpedagógussal itt ezen a helyszínen történt meg az első. Utána az egyik család 4 évente eljárt egy hosszú hétvégére, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. És akkor jött a Covid, és utána 21-től újra minden évben, és az idei az első év, amikor 2 ilyen eseményt tudtunk szervezni. 11-12 család a maximum, amit el tudunk látni, elhelyezni és koordinálni. 8 féle fejlesztés, rengeteg önkéntes, és most is itt vagyunk 65-en. Megtalálja azt a közeget a szülő, amiben el van fogadva. El van fogadva az, hogy ő a gyereke születésétől kezdve egy másfajta életet kezd el élni.
Nagy segítség vagytok egymásnak abban, és látjátok-e már ennyi idő után, hogy egy-egy család az elfogadásnak melyik fázisában van? Nem fogom kibírni sírás nélkül, tehát iszonyat munka összerakni egy ilyet. Több szempontból nagyon jó ez az egész, és a visszajelzés alapján biztosak vagyunk benne. Az egyik az, hogy adott egy autista gyermek, akinek azt mondja jó esetben egy orvos, hogy akkor ezt meg ezt a terápiát, ilyen rendszerességgel. Nálunk itt ilyen nincs. 8 féle terápiánk van, amire szabadon beiratkozhat, tehát kipróbálhatja. Nincs olyan anyagi helyzete, az életben nem fog elmenni lovagolni. Nincs olyan anyagi helyzete, nem fog tudni elmenni akár egy privát állatasszisztált kutyás terápiára, egy TSMT-re, amit magának kell finanszírozni. Ráadásul, ha utálja, akkor azt kell csinálni, mert azt mondta az orvos. Itt szabadon választhat. Karcsika, van kedved a kutyusokhoz? Nincs. És a pacihoz van? Menjünk oda. Van kedved Márti nénivel ügyeskedni? Nem mondjuk ki, hogy mozgásterápia van. De nagyon jó kacskaringós útja van Márti néninek. És a gyerek most először szabadon választhat, úgyhogy bármit választ, abból jól érzi magát. Amiben jól érzi magát és hasznos, az biztos, hogy fejleszteni fogja. Akár mondta az orvos, akár nem. És elkezd kiteljesedni a gyerek, elkezd lelazul, ettől elkezd megnyugodni a szülő. A szülők kapcsolódást találnak, mindenki máshogy autista, mindenki csak a sajátját ismeri, abba küzd és harcol, és ránéz egy másik gyereknek, akinek egy tök más problémája van, lehet, hogy nem súlyos, csak más, és akkor azt a de jól lekezelte, én erre nem lennék képes. És win-win a szitu. Tehát mindenki talál a másikba valamit, amire felnéz. Kapcsolatok alakulnak ki, felszabadul, megnyúszik. Testvérek, nem csak a gyerek és nem csak anya, apa van ilyenkor nagyon lehúzva, hanem ott a testvér. Ki foglalkozik vele? Senki. Tesók egymással. Karcsika nővére, Karcsika autista nővére nem. De a nővére van Pirikével egy másik autista kislánya, a Karcsika pedig az adott esetben ennek a bátyjával, aki szintén nem autista. Tehát itt 5. nap azt szokták észrevenni, hogy az első nap konfliktusai és visításai esti bandázásba mennek át, és mindenki a tábortűznél és szalonnát süt, és együtt játszanak. Azok a gyerekek, akik első nap még nem fértek meg egymás mellett. Arról nem beszélve, hogy a nem érintett gyerek is mehet mozgásterápiára, autispecre, kézművesre, mesére, lovas és mindenre, sőt anyának és apának is van ilyen, és ők is mehetnek pszichológushoz, és ők is mehetnek meseterápiára, és nekik is van masszázs. Tehát igyekszünk mindenkivel egyformán foglalkozni, és semmit nem csinálunk, csak hagyjuk. Tehát amíg az nem ön és közveszélyes, addig elengedjük. 10-ből 9-en manapság már tudják, nincs több idő, tenni kell valamit a klímaváltozás lassításáért, az ugyanis a hatalmas széndioxid kibocsátás miatt az utóbbi 3 évtizedben elképesztő módon felgyorsult. A hatásait ma már a saját bőrünkön tapasztalhatjuk, sokat mondó adat például, hogy tavaly május óta minden egyes hónap rekordmeleget hozott. A témával kapcsolatban vendégünk dr. Kiss Ferenc nyugalmazott egyetemi oktató, a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének korábbi vezetője. Jó napot kívánok! Köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Mi az oka annak, hogy az elmúlt 30 évben ennyire felgyorsult? Egyébként egyetlen egy dolog így zárójelesen, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei azt mondták, hogy a saját méréseik és tapasztalataik alapján 2006-ban volt az a vízválasztó, amikor ténylegesen elkezdett felgyorsulni a klímaváltozásnak a mértéke. Ön egyébként ezt meg tudja erősíteni, vagy sem? Mi erről a véleménye? Sajnos meg tudom erősíteni. Mielőtt idejöttem, azon gondolkodtam, hogy ebben a témában olyan jó lenne valami pozitívumot mondani, mert hogy nagyon sok. Megpróbáljuk. De eleve az, hogy 10-ből 9 ember tudatában van annak, hogy valamit tenni kell, ez abszolút pozitív, mert ez még 10 évvel ezelőtt sem volt így. Ha már úgy konferált föl, mint egyetemi oktató, a következő jutott eszembe. Amikor megalapítottuk a környezettudományi tanszéket, és elkezdtem oktatni a környezeti kémiát, akkor a hallgatóknak azt mondtam, hogy ma, akkor, 30 évvel ezelőtt, a légkör széndioxid koncentrációja körülbelül 340 ppm, az azt jelenti, hogy 340 milliomod rész. Ha visszamegyünk az iparosodás
előtti időben, vagy éppen az ipari forradalom környékén, az 1800-as években, akkor ez 270 volt. Akkor azt tudjuk mondani, hogy több mint 100 év alatt változott 70-et, egységet, és ha most megkérdezné, de vegyük úgy, hogy megkérdezte, hogy éppen most mennyi, készültem, megnéztem, 421. Tehát azt jelenti, hogy több mint 100 év alatt a szén-dioxid koncentráció változott 70 egységet, az utóbbi 30 évben majdnem 90-et. És a szén-dioxid koncentráció növekedésével magyarázható a klímaváltozás? Ezen sokat vitatkoztak, hogy ez természetes, nem természetes. Egyértelmű, tehát ebben már tudományos konszenzus van, hogy az a szén-dioxid, amit a mi, azaz az emberi tevékenység bocsájt ki, jelentősen hozzájárul ehhez. Egyébként a következő példát tudnám mondani, most nem csillagászat órára jöttem, de azért nem mondanám, hogy az egyik szomszédos bolygónk a Mars, a másik a Vénusz. A Vénuszon körülbelül 500 Celsius fok van, annyi az átlag hőmérséklet, mondhatnám, hogy ott a globális hőmérséklet, mert rendkívül magas a szén-dioxid koncentráció. A Marson az átlag hőmérséklet mínusz 60, ott rendkívül alacsony a szén-dioxid koncentráció. Mi a kettő között vagyunk. Tehát ez az egyik dolog a szén-dioxid, a másik a metán, de úgy néz ki, hogy a fő ok, az a szén-dioxid koncentráció növekedése. Vannak, tehát, akik azt mondják, hogy a bolygó állása változott meg az utóbbi időben, illetve a nap és a föld közötti távolság. Én erről csökkenhetetlen annyira mértékben, én nem, hogy... nem vagyok csillagász, sokat foglalkozom a témával, mert valamikor csillagász akartam lenni, de nem azt lettem, tehát napi szinten követem, nem tudok róla, hogy ilyen változás bekövetkezett volna. De egyébként a szén-dioxid koncentráció változásában, ha visszamenőleg megnézzük, és egyébként a jégbe fagyott buborékokból és izotóp összetételből, a gáz elemzéséből lehet tudni, hogyha visszamegyünk 400 ezer vagy akár 1 millió évet, hogyan változott a szén-dioxid koncentráció, és ezzel együtt hogyan változott a hőmérséklet. Tehát teljesen egyértelmű, hogy azok együtt mozognak. Az utóbbi 400 ezer évben ez a bizonyos szén-dioxid koncentráció az soha nem emelkedett 350 milliomod rész fölé. Tudjuk, hogy amikor csúcson volt, milyen magas volt a hőmérséklet, hát most azt mondtam, hogy 420. Tehát ezek együtt mozognak, és ebből az következik, hogy amit a szakemberek is mondtak, hogy az utóbbi 20 évben teljesen egyértelmű, ha megnéznénk azt az ábrát, azt látjuk, hogy a szén-dioxid koncentráció meredeken emelkedik, ebből az következik, amit megtapasztaltunk, hogy például február plusz 22 Celsius fokkal zártuk Magyarországon. Az áprilisban pedig már 30 volt. Lehetett hallani olyat is, hogy már most rosszabb a helyzet, mint amit 2100-ra prognosztizáltak. Tehát gyakorlatilag a prognosztizálás alapján már most 2100-nál járunk. Sajnos igen, a következőt tudom mondani, akkor megint vissza a 90-es évek eleje. A hallgatóinak azt mondtam, hogy a berlini klímakonferencián bemutattak egy modellt, ami 2100-ra előrejelzi, hogy mi várható. És azt mondtam nekik, hogy 2100-ra szélsőséges esetben is felsoroltam, hogy milyen hőmérséklet, milyen erdőtüzek, milyen árvíz, és a többi, túl vagyunk rajta. Ez teljesen egyértelmű, hogy sokkal gyorsabbak a változások. Egyébként összehasonlították az elmúlt 30 évben készített modelleket, a NASA, a Yale, és tehát mérvadó adatokat, amik előre jelezték, hogy mi várható, mindegyik ugyanazt mutatja, és mindegyik tévedett abban, hogy alábecsülte a változásokat. Tehát ez így van. No, beszéljünk akkor a megoldásokról, szemléletváltás, már amennyire ezt lehet, ugye? Igen. Hát szerintem, hogyha ezt tudnánk, akkor már valószínűleg nem itt járnánk, de azért hátha. A lakosság, ugye, gyakran a lakosság figyelmét hívják fel arra, hogy szemléletváltozás, de hát szerintem nem feltétlenül a lakosság a kiinduló pont, hanem az ipar és a gazdaság. Köszönöm szépen, hogy megvédte a lakosságot, így van. A következőt tudnám mondani, a lányom Finnországban végzett, és amikor elsős volt, kaptak egy brosúrát az egyetemről, ott különböző dolgok voltak beírva. Az egyik neki még mai napig megvan, elkértem a brosúrát, az volt írva, hogy nagyon fontos dolog
a hallgató figyelmét felhívni arra, hogy a természet nélkül soha nem lesz diplomájuk. Tehát a legfontosabb dolog, hogy mindig, ha majd szakemberek lesznek hallgatók, és arra gondoljanak, hogy van egy rendszer, ami fönntartja az emberi társadalmat és gazdaságot. Enélkül nem működik. És aztán volt benne egy olyan dolog is, hogy nagyon figyeljetek a politikusokra, mert a politikusok nagyobb kárt okozhatnak bármely hallgatónál, hogyha nem jó irányba terelik a dolgokat, és a gazdaságot. Akkor megoldás a gazdaság részéről. És akkor a gazdaság, tehát van egy, hogy is mondjam csak, van egy nagyon fontos dolog, a gazdaság a természet nélkül nem működik, onnan szerzi azt a rengeteg energiát, amire szükségünk van a közlekedéshez, fogyasztáshoz, bármihez, és ma a Földön az energia előállítása körülbelül változik, de mondjuk 70-80%-ban olyan anyagokból történik, amelynek elégetése során széndioxid keletkezik, azaz fosszilis. Ezt meg kellene változtatni. Ha ezt megváltoztatnánk, akkor, és bocsánat, rosszul mondtam, ha sürgősen megváltoztatnánk, akkor van remény, hogy az unokáink, a gyerekeink nem kerülnek kényszerpályára, azaz, hogy muszáj legyen radikális változásokat hozni. És akkor mivel lehetne felváltani? Hát teljesen egyértelmű a megújuló energia, például. Például a napenergia. Atomerőm. Az atomenergia vitatott olyan szempontból, hogy ott olyan hulladék keletkezik, amivel ma nem tudunk mit kezdeni. Tehát bármit teszünk, az akkor is sugározni fog. Tehát nem átalakítható. És abban vannak olyan izotópok, ami akár több száz évig is sugároz. Tehát azzal valamit kezdeni kell. Földgáz? Nem, mert ott széndioxid és víz keletkezik. Hidrogén? Igen. Hidrogénhajtású elektromos autó? Igen. Mert hogy azt vízből állítom elő, napenergiával a hidrogént. A hidrogént az autóba tankolom, és abban a hidrogén segítségével elektromos energiát állítok elő, és úgy megy az autó. Nagyon vitatott manapság úgy az úgynevezett akkumulátoros elektromos autó. Tehát mindenféle, hát hogy is mondjam, félreértelmezések is vannak, de én azt szoktam mondani, hogy ezt is lehet jól csinálni, meg lehet nagyon rosszul csinálni. Na hát akkor beszéljünk arról, hogy hogyan lehet jól csinálni. Tehát akkor az elektromos autókat ön személy szerint, mint szakember támogatja. Megmondom őszintén, hogy akkor, amikor elkezdtem a környezettudományt tanítani, akkor azóta vágyam, hogy talán majd öregkoromra, majd ha nyugdíjas leszek, mint most, lesz egy hidrogénhajtású autóm. Mert annak, tehát ahogy az előbb elmondtam, megújuló energiával hidrogént állítok elő, amikor mondjuk Nyíregyházára, Budapestre megyek, a hidrogén elektromos energiával alakul, hajtja az elektromos autómat, és ami kijön, az csak tiszta vízgőz. Olyan, mint a desztillált, viccet, teljesen tiszta. Tehát amit a természettől elvett, azt vissza is adja. És ez a technológia létezik, ilyen Magyarországon is lehet ilyen autót venni, sajnos csak egy hidrogéntöltőállomásról, vagy talán kettőről tudok, az is Pesten van. És akkor a kérdés az, hogy vajon az elektromos autó megoldás? Igen, ha jól csináljuk, akkor megoldás. Szóval csak egy adatot a nézőknek, hogy azért nem menjünk bele nagyon a részletekbe. Én zöldrendszámos autóval jöttem, és megnéztem a több ezer kilométer után mennyi az átlagfogyasztása. Hát nyilvánvalóan itt valamiféle olyan egységben van, amihez nem vagyunk hozzászokva, ez 14,1 kWh 100 kilométeren. Ha ennyi energiát egy benzines, egy belső égésű motorra hajtott autónak ennyi energiára rendelkezés, akkor ezzel 20 kilométert tud menni. Ha egy hidrogénes, akkor 35-40 kilométert. De ha pénzre fordítom, vajon 14,1 kWh, ami egy zöldrendszámos autónak kell 100 kilométerre, az gyorsan számoljuk csak ki, ha 70 forintjával számoljuk, az kb. 1000 forint, ugye? Ha ez támogatott, ugye, tehát ez a bizonyos 2500 kWh-n belül vagyunk, akkor csak 500 forint. Tehát
akkor megéri ez nekem? Ez körülbelül a tizede annak, mint hogyha belső égésű motorral járok. Nekem, mint felhasználónak, akkor lehet, hogy megéri, de ugye azért éri az elektromos autókat az a vád, hogy az előállítás a környezetszennyező, és amikor ugye az életciklusa letellik, akkor az is környezetszennyező, amikor megmarad. Akkor a következőt szeretném mondani. Vajon amikor a kőolajból benzint és gázolajt állítanak elő, az nem környezetszennyező? És amikor előállítanak egy olyan autót, ami 2-3 ezer alkatrészből áll, az, és egy benzines vagy egy dízel ennyiből, nem tudom, hogy tudja, hogy egy elektromos autó hány alkatrészből áll. Bocsánat, hogy visszakérdeztem, körülbelül 200-ból. Mi nincs benne? Egy csomó minden nincs benne, mert olyan egyszerű, mint egy porszívó. Van olyan autógyártó, szerencsére nekem is attól az autógyártótól van autóm, ami 1 millió kilométer garanciát ad az akkumulátorra. Az régi dolog már, hogy akkor ezek. És hogy újra lehet-e használni? Hát ha már egyszer ott van a tiszta lítiumom, kobalt, vas vagy bármi alumínium, amit felhasználtak, hát teljesen logikus, hogy újra használom, hát nem kell bányászni. Tehát tulajdonképpen amikor ott van az autóban az az akkumulátor, a technológia viszont rendelkezésre áll. Itt az a kérdés, hogy mindig azt szoktam mondani, nagyon fontos az oktatás. Tehát, hogy elmondani az embereknek, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz. Én egyébként azt szoktam mondani az elektromos autóra, ez egy lehetőség. Önmagában nem fogja megoldani a problémát. Itt a mesterséges intelligencia sem fogja önmagában megoldani. Ezt úgy kell tekinteni, hogy egy elektromos mesterséges intelligencia által vezérelt önvezető autó, amely megújuló energiával, na ez megoldás. Hát köszönjük szépen, hogy megnyugtatott. Még azért arra kíváncsi lennék, ugye, hát akkor több tényezős a klímaváltozásnak a nem megelőzése, megfordítása, vagy a mértékének a csökkentése. Na, és akkor maradjunk a lakosságnál. Ugye itt van a szelektív hulladékgyűjtés kérdésköre. Hát van egy kiépített szelektív hulladékgyűjtő rendszer Nyíregyházán, az országban, és most bejöttek ezek a bizonyos repontok. Na ennek ön szerint, tehát hogy mi a véleménye erről? A következő, tehát nézzük az elvét, ugye mindig kijön belőlem az oktató. Élünk egy rendszerben, amit Földnek és természetnek hívunk, ez körülbelül 4,5 milliárd éve úgy tartja fenn önmagát, napenergiát használ, ugye a napunk adja a napenergiát, hogy mindig újra használ és újra hasznosít. Miért fontos ez? Azért, mert az, amit mi Földnek, természetnek hívunk, az véges. Tehát nem lehet a végtelenségig kibányászni, és utána hulladékot csinálni belőle, mert ami véges, az egyszer el fog fogyni. Tehát jó ez? Nagyon jó. Hallottam-e olyat, hogy nem minden pont működik rendesen? Igen, igen. Sőt, hát tipikus magyar történet, valaki már azt is elmesélte nekem, hogy hogy lehet beadni az automatának azt a palackot, amit nem is kéne, hogy bevegyen. Ebből én pozitívan látom, itt látom, hogy minden áron szeretné visszaadni azt a hulladékot. Tehát én úgy gondolom, itt talán tehát a rendszer rendben van, talán több kellett volna, hogy is mondjam, a felhasználóságnak az oktatására, hogy hogyan működik a dolog, mert lelkesen összegyűjtötték, odavitték, sorban állás van, és nem mindig működik úgy, ahogy kellene. Egyébként a maradva a pillepalacnál, ha már 10-ből 9 szám elhangzott, arány elhangzott, 10-ből 9 emberben már kimutatható a mikroműanyag. Az állatokban is mindenhol. Pontosan nem tudjuk megmondani, hogy milyen egészségügyi hatása van, de nem hiszem, hogy egy olyan anyag, amit a szervezet nem tud lebontani, az valami jót tenne. Tehát mindenféleképpen buzdítok mindenkit arra, hogy türelemmel gyűjtse, és türelemmel várja ki, míg beszippantja az autómat. Köszönjük szépen, hogy nagyon szívesen. Érvényes és részletes bérleti szerződés, pontosan rögzített feltételek. Számos szabályra hívják fel a figyelmet az otthon szakértők és a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a lakáskiadással kapcsolatban. Az albérlet piacnak ilyenkor van csúcs szezonja, ezért is fontos, hogy a szerződő felek tisztában legyenek a legfontosabb tudnivalókkal. Egyetlen szívással közel 4800 vegyi anyag keletkezik cigarettázás közben. A vegyületek nagy része mérgező, köztudottan rákkeltő anyag.
A dohányzás káros hatásai ma már széles körben ismertek. Ennek ellenére hazánkban továbbra is jóval nagyobb a dohányosok száma, mint az uniós átlag. Utoljára 2020-ban történtek ilyen reprezentatív felmérések. Ez alapján világszerte körülbelül a fejlődő országokat kivéve, a lakosságnak, a 18 év fölötti lakosságnak körülbelül 20%-a dohányzik. Európában ez a szám 20-21%, viszont Magyarországon 29%. Ebből a férfiak aránya 34%, a nőké pedig 25. Tehát azért a magyar adatok sokkal magasabbak az európai átlagnál is, ami egy eléggé ijesztő adat, úgy gondolom, hogy a megkérdezetteknek a túlnyomó része, körülbelül 80%-a 14-17 éves korában kezdte el a dohányzást. Ha valaki rágyújt egy cigarettára, az izzás folyamán több ezer vegyület képződik. Na most ez bejut a szervezetbe, egyrészt már közvetlenül irritálja a szárnyálkahártyát, a légutakat, egy része pedig a szárnyálkahártyáról szívódik fel, illetve a nyállal bekerül a gyomorba. Hát onnan már egyenes út a véráramba. Azt lehet mondani, hogy ezek a vegyületek tulajdonképpen a testünk minden szervéhez el tudnak jutni. És hát ebből is erednek a károsító hatások, a közismerten, leginkább ugye a légutakat megbetegítő hatások, ez a COPD nevű betegség, a krónikus, aszmatikus hörkurut tüdőtágulat. Nagyon fontos a tüdőrák, hát ez a kettő okokozati összefüggésben áll a dohányzással. Közismertek az érrendszeri megbetegedések, fokozza stroke-nak a előfordulását, a szívinfarktus, szívritmus zavarok. Fontos dolog az, hogy gyomornyálka hártyagyulladást okozhat. És külön szeretném kiemelni, hogy fiatal lányok, asszonyok, akik gyereket szeretnének, csökken a teherbeesésnek a valószínűsége, és a várandós kismamák pedig, ha dohányoznak, kisebb babájuk születik, illetve a vetélésnek a kockázatát is fokozzák. Hát arról nem beszélve, hogy a dohányzás ugye sárgítja a fogakat, a újakat, a bőrnek a ráncosodását okozza, és az is kimutatott tény, hogy nem csak a tüdődaganat fordul elő dohányosoknál nagyobb arányban, hanem mindenféle daganat típus. Több mint 10 éve átfogó program indult hazánkban a dohányzás mértékének visszaszorítására. Ennek hatására 2010-hez képest 4%-os csökkenés volt tapasztalható. Ma is több országos kezdeményezéshez csatlakozhatnak a függőségben szenvedők. Nyíregyházán idén egy komplex programot indított a Józsa András Takkórház pulmonológiai osztálya, ahol orvosi és pszichológiai segítséget kapnak a dohányosok. A lélegzett program a fizikai mellett a lelki függőség leküzdésében is támogatja a résztvevőket. Két oldalról tudunk segíteni. Az egyik az, hogy tudjuk, hogy a dohányzás az fizikai és lelki függőséget okoz. Hát miből áll ez a fizikai függőség? Ez azt jelenti, hogy a szervezet évek, évtizedek alatt hozzászokik a nikotinhoz. Amikor a nikotin abba hagyja valaki a dohányzást, a nikotin ugye eltűnik a szervezetéből, és jönnek a nikotinhiány tünetei. Egy rossz közérzet, ingerlékenység, alvászavar, étvágy növekedés, esetleg depresszió, tehát olyan dolgok, ami nincs jó hatással az egyénre, a dohányosra. Mit csinál ilyenkor? Rágyújt egy cigarettára. Na hát ezt nem szabad, mert különböző szerek vannak, amivel ezt a fizikai függőséget tudjuk befolyásolni. Vannak ilyen nikotinos rágógumik, szopogatós tabletták, különböző koncentrációjú nikotinos tapaszok. Nagyon jó iránymutató van bennük, meghatározza, hogy körülbelül hány cigarettát szív el egy ember, és akkor hanyas dózisú tapasszal kell kezdeni. Ezek a fizikai függőséget megszüntető nikotinpótló készítményeket körülbelül 2-3 hónapig kell használni, ez az egyik készítménycsoport. A másik pedig van egy tabletta, amit viszont csak orvos írhat fel. Ennek az a lényege, hogy ha valaki szedi ezt a gyógyszert, akkor a cigaretta rágyújtása mellett kellemetlen érzet jelentkezik. Mert ez a vegyület kiszorítja a nikotin
mint a helyéről. De mondom, ez csak orvosi felügyelet mellett orvosi javaslatra szedhető. Ez az egyik oldala a fizikai függőség, amit segítünk a dohányosnak ebben, a másik pedig a lelki függőség. Mit jelent a dohányzás? Egy kellemes tevékenységet többnyire, egy napi automatizmus reggeli kávénál, ebédnél, baráti társaságba, munkaszünetbe. Tehát ilyenkor többnyire ellazulnak az emberek. Vagy éppen a másik oldal, ha valaki ideges, rágyújt egy cigarettára, és így próbálja a feszültségét levezetni. Na ebbe segít ez a csoportterápia, ahol Oswald Gabriella pszichológusunk van jelen, és csoportos formában, de szükség esetén egyéni megbeszélések is vannak, hogy segítsünk abba, hogy valaki befejezze a dohányzást. A lélegzett program lényege, hogy csapatmunkában segítik a résztvevőket. A szenvedélybetegséggel küzdők számára ugyanis az az egyik legnehezebb, hogy hiányzik a leszokás segítő, támogató háttér. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, hogy személyesen halljon arról a dohányos egyén, hogy melyek a dohányzásnak a mellékhatásai, ne csak akkor szembesüljön vele, mikor már kialakult egy betegség, hiszen megelőzhető dolgokról van szó. És én mindig azt mondom, hogy igenis le lehet szokni a cigarettáról, mert a dohányosoknak, azt szoktam mondani, két végletfajtája van. Az egyik, mikor megtudja, hogy van egy komoly betegsége, képes azonnal 30-40 éves dohányzást egy nap alatt abba hagyni, mert úgy megijed. A másik véglet pedig az, aki megtudja, hogy beteg, de azért még dohányzik, esetleg csökkenti a mennyiségét. Hát azt hiszem, az lenne a legfontosabb, hogy megelőzzük ezeket a betegségeket, és valahol ott a köztes időbe megmagyarázni azt, hogy miért fontos befejezni. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy az utóbbi időben nagyon elterjedtek ezek az egyéb dohányzási formák, amit ugye korszerűnek ugyan nem neveznék, de sokan így mondják. Tehát ezeknek a formáknál az van, hogy a dohányosok egy része azért kezdi el használni, mert le akar szokni a hagyományos cigarettáról. Más részük, és ezek főként a fiatalok, akik már rögtön ezekre a dohányzási formákra szoknak rá. Egy kicsit beszélnék ennek a veszélyeiről is, mert ezek azért úgy tűnik, hogy másabb, meg nincs annyi mellékhatása, de vannak elég jelentős veszélyei. Az egyik az e-cigaretta, vagy elektromos cigaretta, aminek az a lényege, hogy egy fűtőszál egy oldatot felhevít, ebbe az oldatba is egy pára képződik, ugye ezt szívják be. Vannak nikotinmentes oldatok, és vannak különböző koncentrációjú nikotinos oldatok is. Vannak benne illatosító, illetve íz, aromás vegyületek. Na most ezek a szervezetbe bejutva természetesen nem tartalmazzák azt a magas koncentrációjú karcinogéneket, ami egy hagyományos cigarettában van, de kimutatták, hogy különböző vegyületek képződnek, ami asztmatikus rosszulétet okozhat, befolyásolja az immunrendszert, az érrendszert, és kimutatták, hogy egy speciális COVID-szerű tüdőgyulladást is okozhat ez az e-cigaretta. A másik cigaretta forma, ami elterjedt, ez az alacsony hevítésű cigaretták, amelynek megint többféle fajtája van, hát nem célom ezeket reklámozni. Itt pedig az a lényeg, hogy egy alacsonyabb hőfokon hevül ugye a dohány, ugyanúgy képződik nikotin, de kimutatták, hogy másféle vegyületek keletkeznek. Ezek a másféle vegyületek között is kimutattak karcinogén anyagokat. Na most óriási veszély ezeknek a dohányzási formáknak, például az e-cigarettának az, hogy vannak közöttük magasabb nikotintartalmúak, és szinte korlátlanul lehet őket szívni. Tehát nem olyan, mint amikor valaki azt mondja, hogy elszívtam 3 cigarettát most délelőtt. Magasabb a nikotinhoz való kötődésnek és a nikotin mérgezésnek a lehetősége. Ilyen esetekkel már találkoztak, ez egyértelműen leírt. Úgyhogy nem lehet javasolni ezeket a készítményeket, és ami fontos dolog, nem telt még el annyi év, hogy ki tudjuk mutatni, hogy ezeknél a dohányosoknál 10 év múlva esetleg milyen jellegű tüdőbetegségek, vagy akár más jellegű betegségek fognak kialakulni. A lélegzett projektről a közösségi oldalon és a Vármegyei Oktatókórház honlapján is találhatók részletes információk. A megadott elérhetőségeken bárki jelentkezhet a programba,
amely a COPD-s betegek, az asztmával küzdők vagy daganatos betegséggel élők mellett a tünetmentes vagy egészséges emberek számára is nyitott. A Lélegzett projekt TB finanszírozott, és beutaló sem szükséges az előjegyzéshez. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc új műsorral, legközelebb szerdán este várjuk Önöket. Akkor többek között a klímaváltozás kérdésével foglalkozunk. Számítunk a figyelmükre akkor is. Viszontlátásra!